Sziasztok, sziasztok! Voltam a boltba egy hazafele a munka után. Körülbelül, képzeljétek el, 50 utcát csináltam meg. Az körülbelül 3000 lap és 50 utca. Rengeteg, rengeteg. Kicsit le is fáradt a lábam. De utána még másfél órát Pajtóval lent voltam, úgyhogy most egy kicsit pihi. De beugrottam gyorsan a boltba. De már vettem Pajtónak ezt a játékot. Vettem neki ilyen, ezt a Kikbe lehet kapni, vagy akár a Tesco-ba, 1500 forint, kettőt is kapott. Mindig, ha arra járok, vagy valami ilyesmi helyen járok, akkor igyekszem neki mindig hozni valamit, mert úgy örül neki, ne tudjátok meg, tök aranyos, mikor így, tudod, ilyen hisztit vág le, de örömből, tudod, mutatom Pajtit. Szóval, igyekszem mindig hozni neki valamit, és úgy örül. De Pajti, most csinálom a videót, kicsi szívem. Na jó, most egy kicsit kérem, mert beleröfögsz a telefon a videóba. Na, hát vettem, ugye tudjátok ezt a DM-et, én nagyon szeretem ezt a Bella, a DM saját márkájú tüsfürdőt, 400 forint. Tudom, hogy lehet, hogy te lenézed ezt, de nekem teljesen jó ebben megmosolni a seggem Lukát. Bőven jó. Vettem fokrémet, és nekem ez az egy az, én már az összeset végig próbáltam, de nekem ez az egy fokrém vált be, és ezt láttam jónak, 2000 forint, de nagyon jó, és én nagyon szerettem. Pajtinak vettem ezt a DM-be, tudjátok, lehet kapni ezt az kaját, nem most 800 volt akciós, de egyébként 1000 forint darabja, 200 grammos, nagyon szeret, ez marha, nem csirke, úgyhogy majd fog belőle kapni, csak így az a lényeg, hogy óvatosan kell kimondani, mert nyilván benne van már régóta, meg minden, meg a gáz, minden, és hogy kinyitod, az arcodba lővel egyből, úgyhogy én már ezt kitapasztaltam, de ez az étel, ez a kaja, az nagyon bejött neki, az a nedves. Egyébként ugye tudjátok, hogy csirkének a teszik, de néha szeretném változatosabban, hogy egyen. Szeretem, vettem ezt a picit, de majd veszek nagyobbat is. Múltkor a Lidlben volt, körülbelül 3 hónapja volt ez a nagy leakciózva. Minden esetre most ezt a kicsit vettem. Nagyon szeretem ezt a pókmosás után, még ezt még egy kicsit nem érzem utána a pókrémet, tudod? Nem tudom, hogy érted, amiről beszélek, ugye? A fogat most, és akkor van egy ilyen fokrém íz az egész szádban sokáig, vagy rágót szoktam bevenni, nem szeretek rágózni utána, mert az nem jó, hanem szájvízet szoktam használni, nagyon szeretem. Vettem ezt a spray, ezt tudjátok, ez ilyen szórós olívaolaj, nagyon szeretem, hogy nem kell locsolgatni, tudod, így fújod, és akkor kész van. Vettem borotvát, ha bár holnap megyek fodrászhoz, és ő megcsinálja most már azért ő vissza, meg már én azóta vágtam, de elfogyott, de most vettem, de hát nyilván máshova is kell. Bár én azért azt is elmondanám, hogy egyébként én nem teljesen csupiszatom le ott lent magamat, mert okkal van ott, hogy okkal van, az, meg én azt gondolom, hogy a fiúnak legyen szőrös, de ne olyan durván, tudját, a nőnek az a nők azok szépen levágják, szépen leborotják, ez rendben, szerintem a férfi, ahogy a hónal szőrnél, én azt gondolom, hogy a férfi, egy fiúnak legyen hónal, nem kell leszedni, már nagyon sok fiatal leszedik, bár okkal vannak ott ezek a szőrök, ahol ott vannak, viszont én nem nagyon szoktam lent csak mintára, vagy nem is mintára, rosszul mondom, nem mintára vágni, hanem csak így is, ritkítani szoktam egyébként. Most vettem meg, múltkor ugye mutattam, hogy a mellkast gyantáztam. Azt fogom csinálni, hogy fogom azt is még használni, de leszeretem szedni, mert úgy nézek ki, mint valami vajda. Tudjátok, az ilyen bozon. Nem egyébként, nem bozon, bár azt nem tudom egyébként, hogy kinek mi. Hát ízlés kérdése. Azt mondják a lányok, hogy a mellszőr az valami, hogy férfias, jó néz ki, de hát nem mindenkinek áll jól, ugye azt is. De vannak ezek az igazi macsósok, ugye most nem jut eszembe az izé neve. Mindegy, volt ez a sorozat régen, Jolly Julio, nem? Aj, nem jut eszembe ez a sorozat, és nagy izét, ő még idehaza is nagyon kedvelt, és sokan az olajról volt a sorozat. Nem jut eszembe. Na, írd le kommentbe, hogy biztos, hogy tudod, mert mindig adták a sorozatba, és Amerikában is, meg ide Európában is nagyon nagyot ment, és azoknak ezek a jó ízé, jó kiállású pasiknak, kicsit szőrűs a hónajokat, és ezt mutatom, a mellkasról beszélek.
De én nem szeretem magamon, vagy legalábbis kevésbé szoktam erre. Most, bár, ha most én ugye most szeretnék, most már kézzétek, találtam rendes személyedzőt, hál' Istennek, és fogok járni, nagyon várom már, hogy elkezdjük, már ki is fizettem, hát az edzőtermek is milyen, 20-25-30 ezerek, és akkor még nem vett igénybe személyedzőt, mert vannak olyan dolgok, amikor nem értesz hozzá, és ha úgy emeled, meg nem úgy nyomod ki, nem is, egyébként nem ér az egész semmit, sokan lassan kell visszatolni, ugye tudjátok, és nekem kell egy személyedző, és viszont ha most ugye leadok a hasamból, viszont nekem nagyon tetszik egyébként, hogyha vékony a pali, és kicsit szőrös a hasa, azt szeretem. És egyébként semmelyik más, nem tudom miért, hogy az én bőrömben van ez, semmelyik, vannak ezek a három pengé, négy pengé, nekem három pengé, és az aloe vera, ez a termék jön be borotvából, na a borotvák az akár arc, akár hónaj, kuki, értitek, mindig kiízéli a bőrömet a többi borotva, nem viseli. Ez a Pajti, kérlek kicsi szívem. Kérem, most nyugodjál meg egy picit. Csak ez jó nekem, mert egyszerűen, és bár ez a legdrágább egyébként, csak úgy elmondanám, a DM-ben 4000 valamennyi ez a csomag, meg 4 darabit lehet kapni 1700-ért, iszonyatos árak vannak, viszont csak ezt tudja elviselni a bőröm, mert egyszerűen elkezdem a borotválkozni, kivízéli az arcomat, megsérti, nem is jó, és az van ez három pengéjű, nekem van két pengéjű, az én bőröm ez nem bírja, meg a szőrzetem se, de az aloe verás, ez nagyon tetsz, ez bevált már, úgyhogy erre kíváncsi vagyok, hogy kíváncsi, nem kíváncsi, na, hogy ezt merem ajánlani azoknak, akik ilyennek küzdenek, ez nagyon jó ez a borotva, én erre teszem le a voksomat. Vettem ilyen joghurtot, meg tejfölt is, mert azt mond élőben, de nem most, és szerintem nem is ma, majd egyik nap csinálok valami kis újdonságkaját, most én láttam TikTokon, és azért bevásároltam hozzá. Mindig onnan nézegetem, igyekszem változatosabbakon főzni, nem mindig ugyanaz. Nem csak a videó kedvéért, a kedvetekért, hanem magamért is, mert nem mindig ugyan nagy nagy húsokat teszünk hússal állandóan. Szódabikarbónak is el tudom ejteni, nem nagyon fogyasztottam még ilyen, bár azt mondják, hogy ha valakinek gyomorizéje van, akkor szokott rá, akkor beletesznek vízbe, és akkor megisszák, régi idősek mindig mondták, de most ez kell nekem ahhoz, amit szeretnék majd csinálni. Na, hát vettem egy kis ezt a paprikán, ezt is három, nagyon drága, viszont nagyon szeretem, nagyon finom, úgyhogy ezt most vettem, ahhoz, amit szeretnék csinálni. Hát paradicsomot vettem igazából pár szemben, de ez is csak azért vettem, én nem vagyok ez a zöldséges, meg ez a gyümölcsös egyébként, viszont vettem ahhoz, amit szeretnék nektek megcsinálni, megmutatni, én is most fogom kipróbálni. Ettem ezt a madár salátát, vagy nem tudom ti hogyan nevezitek, én úgy nagyon szeretem, és ez is kell majd ahhoz, amit szeretnék csinálni. Képzeljétek el, hogy találkoztam, és most nekem ez lesz a vacsorám, és találkoztam, ez a Dr. Oetkernek van egy ilyen kis tész, ilyen pizza-szerűség, de ugye ez egy pici. Na most ugye nekem ez teljesen jó, mert a hagyományos pizza, a rendes nem a nagy, hanem a hagyományos rendes pizza, nekem a fele általában elég szokott lenni. És igazából a pizza meg ugye valljuk be úgy jó, hogy frissen, melegen. Jó, tudom, másnaposan is megeszed egyébként, hogy nagyon részeg vagy, és ott van az asztalon már 4 napja, azt is megeszed olyankor. De a pizza akkor jó, hogyha frissen van, meleg, forróan jó, utána kiül, megkeményedik, és egyébként dobhatod ki, nem jó. És pont ezért most vettem ezt, és egyébként is különböző ízekben volt. Én nagyon szeretem a magyarosat, tudjátok, hogy nagyon szeretem fűszereset, stb. Vettem egy ilyen szalámis, ilyen hagyományos lilahagyma szalámit, ilyen magyaros jellegű. Meg vettem ezt a paradicsom, rukkola van rajta. És most szerintem ezt fogom megenni, ma még nem is ettem egyébként, úgyhogy ezt fogom megenni, kíváncsi vagyok, milyen íze van. Megmutatom, hogy mekkora, jó? És akkor mindjárt rakom is be a sütőbe. Ez ilyen picike, ilyen tényleg ilyen egy személyecske, nézve, úristen, de jó. Mert vannak ezek a pici pizzák is, de most valahogy ezt jobban megkántam, mert én arra megyek rá, én a pizzát úgy szeretem, hogy vagy vékony tésztájú, ez mondjuk közepesen úgy látom,
de legyen olyan, tudod, olyan levegős, olyan buborékos, én azt szeretem, és a képek alap, a kép alapján azt mondja, ott van, nem biztos, hogy látod, de én ezt szeretem, hogyha ilyen a pizza, úgyhogy azért vettem meg, meglátjuk, hogy milyen, aztán elmondom a véleményemet. Ez szerintem nagyon gusztó, nagyon jó, és vendégváró is lehet, de akár otthon is begyúrhatod ennek a tésztáját, gyönyörű szép, nézd meg, gyönyörű szép ez a pizza, ez lesz ma vacsorám, úgyhogy most én megyek is, és berakom a sütőbe, jövök az eredménnyel. Közben, miközben sül, már nem sok kell neki, képzeljétek el, hogy most nálunk már ebből nem tudom, hogy kinek volt ebbe esetleg része, társasházban élek, ez egy újépítő társasház, amit tudnotok kell, minden újépítő társasház alapfix közös költsége van, ebben az esetben nálunk 38 ezer. Én most már vagyok másfél-két éve, körülbelül nem is emlékszem, jókat költöztem ide. Viszont képzeljétek el, jött a lakásnak felszólítás, nem az ennek a lakásnak, mert én tisztességesen leadom a pénzt a bérbeadónak. És most már napok óta, hetek, hónapok óta beszéljük, hogy nincsen közös képviselő, képzeljétek el. Tegnap beszélgettem a takarítónővel, két havi fizetést nem kapott még, mert nem választottak meg új közös képviselő, akit megválasztottak, az le is mondott, el is tűnt. És képzeljétek el, tegnap, hát megcsináltam ezt a nénit, mert én tartom őket valamire, attól, mert valaki takarít, az... Én annyian lebecsülik őket, én tartom őket valamire, és igenis az is olyan munka, és igenis, sőt, sokszor behúzom én a kukát helyettük, semmiben nem tart nekem, érted? Miért ne húzhatnám be? Nem, minden, nem is az a lényeg, és adtam neki egy havi fizetést tudtam neki adni, de ez nem megoldás, majd megadja, amikor tudja, hát mert őnek is van egy kislánya, tőlem kért segítséget, más sírt, káoszon egyszerűen. Tudjátok, biztos sokan hallgatjátok a hírekbe, hogy ez is ez a mennyi csaló van, mennyi izé. És képzeljétek el, hogy én is tütköztem most ebbe. Ez a társasház 13, majdnem 14 millióval tartozik, és október 28-ától, ha nem tudnak megegyezni, ha nem jut valami megegyezés, akkor a fűtést, a mindent lekapcsolnak. Itt tartom most, mert a rengeteg pénz, ami be lehet fizetve valaki, most nem akarom mondani, hogy mi történt, ugye, nagyon sokan csinálják ezt, hogy sok-sok család, sok közös képviselőnek megy el, és rengeteg pénzt behúznak, nem is tudod hova kör. Olyan szinten kérdeztem valamelyik nap, nem is tudom már melyik hozzáértelme, hogy én fizetek 38 ezeret. Én az első emeleten lakom, még a liftet csalszám. Mire költöd kell 38 ezeret? És hol van a 38 ezeret, mióta fizetem? És nem csak én vagyok ebben, és rengetegen föl vannak háborodva. Ez egy budai jellegű, hangulatú környezet. Itt a Kamaraerdő közelébe. Ez szerintem nem szabadna ilyen helyen. De sehol nem szabadna megfordulnia, ilyen helyen meg pláne nem. Botrány hátán. Rengeteg pénz eltűnt a rengeteg pénz, nem tudják, hogy hova tűnt. És most ugye az a lényeg, hogy október 26-áig meg kell egyezni, 28-áig, 27-ig, bocsánat, mert 28-tól kénytelenek leszünk megszüntetni, amennyiben nem sikerül megállapodnunk a távhűszolgáltatással. És azt mondja, amit ki is számoltam, hogy a havi törlesztő díjnak a fennmaradó tartozásnak 1.036.887 forint, rengeteg pénz, ki se tudod mondani, annyi pénz. Ez csak azért érdekes, mert nekem még ebben nem volt részem ilyenben, nem ért engem ilyen történet, viszont rengeteg hírekben mindenhol hallod, hogy ezek a csalások meg az ilyenek történnek, és most így vagyok, és így nézem, hogy egyébként meg az emberek tényleg ilyenek, hogy valaki bevállalja ezt a közös képviseletet, és akkor meglopják a társasházat, és eltűnik. Számomra ez hihetetlen, mert itt nem csak róla szól, hanem ott rengeteg család van ebben, rengeteg ember, aki él, fizeti, tisztességesen dolgozna, stb. Aki ilyet meg mert csinálni, gusztustan, patkányféreg. Remélem, hogy gyógyszerre költött, pedig ilyenek nem szoktam mondani, de aki így behúzza a társasházat, az egész pénz, ami meg a csalás, meg a rengeteg minden, ami történik, mert itt csak azt írja le, hogy mi történik, hogyha nem lesz lefizetve, de a szomszédokkal, aki közel áll, vagy tudja, nincsen közös képviselőm. Leváltották, eltűnt, elment, nincs pénz, szóval olyan dolgok történnek meg, amit nem is gondolnak.
hogy ilyen helyen megfordulhat ezek bárhol. Hát mi mennyien dolgozunk azért, hogy ezt ki tudjuk fizetni, és akkor ilyen felszól, és akkor joggal vagyunk fölháborodva. Mondjuk én el is mondtam a főbérlőmnek, hogy én nem szeretnék ebben semmivel foglalkozni. Én szeretném, hogyha te megoldanád, ez a te dolgod, nem az én dolgom. Közös dolgunk, közös igen, de te nekem, te, én nem szeretnék ebben foglalkozni. Én azt szeretném, hogy még 28-án és az egész évben, meg a rákövetkező évekre szeretném, hogy rendben legyen a fűtésem, hiszen én tisztességesen befizettem a számlámat. Ha nagyon szívesen meghallgatnék, vagy elolvasnám kommentbe, hogyha neked volt már ilyen tapasztalatod, és hováig meddig jutottatok, én ennek a ninnek segítettem, ha visszatudja adni, akkor, és nem is ez a lényeg, hanem tökre kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan oldottátok, mert mi történt. Ez a közös képviselő dolog, ez állandó, ez ilyen mumus az embereknek, nem? Valaki közel kerül a kasszához, akkor megborondul a pénztől, és már vége. Kíváncsi vagyok. Na, vegyük ki a pizzát. Na, itt is van, úristen, nagyon jól néz ki, nagyon. Mutatom csak, még meleg egy picit. Ez nekem bőven elég, én még ma úgy csertem, ezt megeszem, lekörödtem, leviszem meg a pajtit, és nézem az Ázsia Express-t. Viszont van ez a Univernek, van ez a ketchup, ami 30% cukorral kevesebb. Ezt merem ajánlani, ez nagyon jó. És egyébként nem veszed észre, hogy ennyivel kevesebb a cukor. Én így szolidan szoktam meglocsolni, nem nagyon szerettem vastagon, hiszen a pizzának az alapja paradicsom, ugye, alatta már van elég, a ketchupiből készült paradicsomból nem szeretem elászatni, csak az íze miatt szeretem. Úgyhogy nagyon jól néz ki, nagyon... És mindjárt mutatom, hogy miért vettem, mert nekem nagyon fontos, hogy a tészta ne ázzon el, tényleg jó tésztája legyen. Ugye, megnézzük. Ja, és ne haragudjál, de én tényleg a pizzát, mert általában mindent, na itt van, késsel és villával szoktam menni. Ha megyek vendégségbe, baráti körbe vagyok, akkor állandóan csodálkozom, hogy miért nem fogod meg kézzel, ne urizáljak. Nem urizálja, egyszerűen én ehhez szoktam hozzá, és nekem így esik jól, hogy késsel villával eszem. Nézd meg, hogy buborékos, nagyon jól sikerült, úgyhogy... Én ember a tésztában már most, mert már látszik az ember. Egyébként, ha értesz hozzá, vagy meg szoktad figyelni, és már látod, hogy ilyen, akkor rossz nem lehet. Finom. Nem rossz. És nekem bőven elég ez a kaja. Úgyhogy ezek mennek most, itt van a főbérlőm lent, most közgyűlést tartanak. Most próbálják megoldani, hogy mi történik most a házzal, aztán ma meglátjuk. Megkérdeztem a fölhívtam a, mondom neki, hogyha már itt vagy, a bérbeadómat, a tulajt. Mondom, ha itt vagy, fel akarsz jönni körben, én már bármikor, nem biztos sok embert, meg valahogy ez feszít, hogyha telefonál a főbérlő, hogy meg akar jelenni, stb. Nem úgy áll a lakás, stb. Nálam én minden reggel ki van porszívózva, ide bármikor bárki bejött ellenőrizni, mondtam neki, fölülsz? Nem, dehogy is, nem kell, dehogy is. Jó, mondom, oké, de mondom, bármikor szóljál nyugodtan, csak jelezzél, hogy itthon legyek, mert kutyasétában vagyok, akkor nem biztos, hogy be tudsz jutni. De egyébként nagyon, én nem, amellett, hogy olyan árak vannak, amilyen árak vannak, de én meg vagyok elégedve a főbérlőmmel, nem basztat, nem néz utána, nem nyomoz, nem jár ide minden nap. Hány van, mennyi olyan főbérlő van, ugye úgy mondják a bérbeadót főbérlő, igen, bérbeadó vagy főbérlő, mindegy, javíts ki, ha nem jól mondom, de mennyi rossz bérbeadó van, aki oda jár minden nap, ellenőriz, tényleg annyi rosszat hallani ezekről, mert ugye csak azt mondják folyamatosan, csak azt hallod, hogy milyen szar az a bér, aki bérbe vette ki a igen, jól mondom? Én mi vagyok? Én bérbevevő vagyok. Várjál, nem.
én kivettem, akkor én a bérbe, mindig minket szídnak, akik kiveszik a lakást, ugye, hogy lelakják, nem jó izé, de hány olyan izé van bérbeadó, aki pont annyira, oké, hogy nem lakja le a lakást, de ide jár, ellenőriz téged, a szomszédokkal ellenőriz, megfigyeltet téged, és egyszer annyira rossz indulatúság van bennük, és a többi, úgyhogy de én amellett, hogy ennyi pénzt elkér, amellett én meg vagyok fel elégedben, mert nem jár a nyakamra, békén hagy, tisztességesen mindig fizetek, mindig akkor, amikor a kell. Kétszer csúsztam el, mióta itt lakom, de pont azért, mert hétvége, tudjátok, hogy mikor vannak fizetések 10-én, kinek hogy van a fizetése, úgyhogy a hétvége miatt, ha úgy esek, akkor csúszás, de én mióta itt lakom, én rosszat róla nem tudok mondani, ha segítség kellett róla, vagy na, segítség kellett, akkor folyamatosan jött, megoldottuk, megbeszéltük, és képzeljétek el, hogy most már a másfél éve vagyok itt, egyszer jött ellenőrizni, hát nem is ellenőrizni egyébként, csak megbeszélni az, hogy ugye az inflációval egyezően emel a bérbe, a bérleti díjon, viszont ugye nekem az volt a szerencsém, hogy ugye az az igazság, hogy nagyon durva, hogy még senki nem beszél erről hangosan, de hát hogy kutyával nehéz kivenni a bérletet, az azért így nézel, mert szerintem most már egyre többen vagyunk kutyások is, és ebből kiindulni nem kutyával, és ő is úgy akarta kiadni, hogy nem adja ki kutyával, de én akkor mondtam neki, hogy tudom, megértem, ezért adok 10.000 forinttal többet. Így ezáltal nem inflációval együtt egyezve emelt, hanem kicsit rádobott, de inflációval csak 30-alahány, de infláció nélkül így csak 20.000-et, mert ugye kifizettem a kutyát, mikor ide költöztünk, de azért mennyi olyan lakás van, ahol nem lehet, és sokkal több olyan az a lakás, ahol nem lehet vinni a kutyát, még akkor se, hogyha pénzt kínálsz föl, hogy kicsit többet fizet, csak fogadjon be. Arra kéne törekedni a bérbeadóknak még jobban, vagy az egész ingatlan piacnak, abban kéne foglalkozni ilyen szempontból, hogy tudomásuk kéne venni az, hogy gyerek és kutya, az, hogy csak pár, nagyon ritka. Most már, mert a családoknak nincsen saját lehetőségük, ugye csak ez a lehetőségük van, de amikor kikötik, hogy gyerek nélkül, kutya nélkül, mert az, hogy tudod dohányozni, ne dohányozzál, meg dohánymentes, akkor lemész a lépcsőházba, nem a lépcsőházba, hanem tudod, kimész, nálunk itt van ez a zöld terület. Én egyébként nagyon sokszor lemegyek cigizni, nekem itt az erkélyem, de én még a 9-ben is, amikor laktam, én is mindig lementem dohányozni, de nem ez a legfontosabb szerintem, hanem az, hogy az ingatlan piacnak ebből az oldalából is kéne foglalkozni, és el kell mondani a bérbeadóknak, hogy egyre többen vagyunk kutyások és gyerekek, és nem lehet ez, hogy csak gyerek és kutya mentesen, mert egyszerűen most már úgy néz ki egy család, egy ház, egy pár, hogy van egy kis kutya, van egy gyerek, ugye, ha csak egy párról beszélünk, de előbb-utóbb kutyája lesz, most én nem egy ilyen nagy izét mondok, de tényleg kéne foglalkozni, és visszakanyarodva arra, hogy én meg vagyok elégedve a bérbeadómmal, nekem nincsen bajom vele. Írd le kommentbe, hogy te tudsz-e, vagy te tapasztaltál már ilyen, vagy hallottál már. Olyan kíváncsi vagyok ilyen történetekre. Én nem tudok mondani, mert nekem nincsen gond. Az előző lakásban tudnék, de az már más téma, és lehet, hogy egyszer beszélgethetnénk róla. A szomszédok. Te bármilyen jó a környék, bármilyen jók az infrastruktúra, a BKV, a bolt ott van, a minden, tudod? De a szomszédot, ha olyan igazán meg tudja keseríteni az életedet. Én még, akivel egyszer találkozom, én még ilyen köcsök szomszéd, már elnézést, sose, szerintem Európa nem baszott, mint amit ő volt, egyszer abban a lakásban, ahol én éltem, borzasztó, bármennyire jó, zöldözővezet, jó a környezet, óvoda, iskola, bolt, stb. De hány olyan szomszéd meg tudja keseríteni az embert, aki ilyen flúgolja, nem normális, ő ellenőriz folyamatosan, hány ilyen ember van, erre is kíváncsi lennék egyébként, hogy tudtok-e ilyen történetet, hogy vagy neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatosan. Most csak úgy besötétített a telefonom, bocsánat.
Viszont most elköszönök, ne haragudjatok, még el kell küldenem a főnökömnek a címeket, elfáradtam, megkajálok, utána még gyorsan leviszem Paltit, 8 óra, akkor meg Ázsia lesz. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan alakul, és közben az árulókra szoktam kapcsolni. Hiszi nem érdekel, de amikor kiválasztás, amikor egymásnak szembeállnak, én az a feszültséget azt szeretem. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Én nem gondolnám, hogy el kellett volna mondani a Gábornak ezt a történetet, ugye, hogy áruló, aki nézi, tudja, miről beszélek. Fantasztikusan vitte, olyan jól játszotta a lapokat, hogy nekem ő a favorit, ha nem, ő a favorit. Az elejétől a végig árulóként végig tudta vinni, anélkül, hogy bárki gondolt volna rá, úgyhogy hosszú távon, nézve ott a Pajti. Mert ugye az Enikő is azt hitte el, mert mindenki azt hitte, hogy ő később csatlakodott, de ő az elejétől végigvitte, és arra is kíváncsi vagyok, hogy az Ázsiába ki fogja megnyerni, kíváncsi vagyok. És úgy elmennék egyébként ebbe az egész történetbe, csak én engem azt veszítene be a stoppolás. Az nagyon kicsinálna. Na mindegy, jó étvágyat nektek, sziasztok!